Olyan témákról fogunk beszélgetni, vagy beszélgettünk már, mint például, hogy a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyek csoportja nem homogén, vagyis nem tekintető egyfélének ez a csoport, és ennek mekkora jelentősége van, miért fontos erről beszélni, vagy hogy az online társkeresőknek milyen káros hatása tud lenni, amellett, hogy egyébként annak is van jótékony hatása is, vagy a motivációs búcsiteket is fogjuk érinteni, amikor arról beszélünk, hogy mennyire nem igaz az, hogy bármivé válhatsz, vagy mi a baj a vonzás törvényével, ami a pozitív gondolkodást szeretné népszerűsíteni, és Széles körben elterjedt, mégsem tartjuk teljesen pozitívnak a hatását. De beszélgettünk a traumákról is, és itt volt velünk Gál Petra, aki a Fókusz riportere és műsorvezetője, és nagyon izgalmas történeteket hozott azzal kapcsolatban, hogy riporterként milyen előélete és utóélete van egy interjúnak, amit egy bántalmazottal vagy egy súlyosan traumatizáltal. Készítenek az újságírók, de szeretnék még majd beszélgetni veletek az aszexuális párkapcsolatokról, vagy arról, hogy vannak bizony olyan helyzetek, amiben a szülők a saját gyerekeiket valamilyen cél érdekében használják, például mondjuk házastársi problémák elfedésére. Vagy hogy nem csak rossz anyák vannak, hanem rossz szakértők vagy szakemberek, és bizony bizony előfordulhat az, hogy valaki olyan pszichológushoz kerül, akinél nincsen jó kezekben. Mindazonáltal az is nagyon fontos, hogy nem minden elrontott ö, alkalom jelenti azt, hogy valaki rossz pszichológus, és ezeket fogjuk körbejárni. Bízván abban, hogy komplexebbé tudjuk tenni a képet a számotokra. Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Szeretettel köszöntünk benneteket, ez az Amiről Nem Beszélünk podcast. És itt van velem a három beszélgetőtársamból az első bevezető részben kettő, mert hogy állandó beszélgető partnerekkel fogom folytatni ezt a podcastet, és lesznek olyan részek, ahol vendégek is csatlakoznak majd hozzánk. Szeretettel köszöntelek téged, Vali, Benke Vali Leria, aki szexuális pszichológus vagy, itt van velünk a Hart Norbi, aki a Poling Nyelviskolának a tulajdonosa, és most nincs itt velünk, de időről időre ő is rendszeresen csatlakozni fog, Kónya Bea, aki Instagram marketing és kommunikációs tanácsadó. No, hát kíváncsi lennék, hogy nektek az eddigi beszélgetésekből, amiket már felvettünk, mik voltak a legizgalmasabb részek, és ha erre választottatok, még az is érdekelne, hogy titeket azon kívül, hogy megkérdeztelek, hogy van-e kedvetek csatlakozni, mi hozott ide, vagy miért gondoltátok, hogy érdemes lenne a mondjuk nagyon egyértelmű okokat leszállítva, hogy a tartalomgyártásnak van értelme csatlakozni. Engem leginkább eddig a pornó témája szólított, meg nyilván szexuálpszichológusként azért ez közel áll hozzám, és szerintem nagyon fontos, hogy sokféle szempontból nézzünk rá a különböző témákra, és Ugye valahogy már volt arról szó, hogy hogyan izolálódunk azokkal a gondolatokkal, azokkal a témákkal, amikről egyébként most itt beszélni fogunk, vagy eddig is már beszéltünk. Szóval ennek az izolációnak a feloldása szerintem egy ilyen fontos része ennek a podcastnek. Hogy nem vagyok egyedül a nehéz gondolataimmal, hogy ki lehet mondani nehéz gondolatokat, nem vagyok attól bűnös, hogy nehéz gondolatokat gondolok, és eszembe jutnak tabunak számító szituációk vagy gondolatok, érvek, következtetések. Ilyen például szerintem az egyik korábbi posztom is, amikor anyák napján, én nem az anyák napjáról posztoltam, hanem arról, hogy vannak rossz anyák és nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam azzal kapcsolatban, hogy, hogy életében először olvasott olyan tartalmat, ami hitelesítette őt abban a fájdalomban, hogy nincs egyedül, és gondolhatja ezt az anyjáról, mert van ilyen tényleg, és nem ő a hülye, hogy úgy mondjam, hogy azt gondolja, hogy az anyjával van a nagy baj, hogy nem tudta őt úgy szeretni, hogy szüksége lett volna rá, vagy hogy adott esetben bántalmazta. És annak a posztnak sem volt célja az ítélkezés, meg ennek a podcastnek sem célja az ítélkezés, de nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak ezekkel a fajsúros gondolatokkal, tudjanak arról, hogy léteznek ezek a problémák, okkal, joggal, érthető módon gondolják ezeket, és nincsenek egyedül. Én nagyon örültem annak éve, amikor felkértél, Arról, hogy beszélgessünk ezekről a témákról, mert a mi nyelviskolánk sem egy hagyományos vonalat képvisel. És én is nagyon sok olyan oldalról közelítem meg a nyelvtanulást és a tanulást, amikre nagyon sokan azt mondják, hogy hát ők ezt még sehol nem hallották. És amikor beszélgetünk a témákról, például a, a randi applikációknak a használatáról, Weiler Péterrel, akkor nagyon tetszett az, hogy Megnéztük ezt egy másik oldalról is, árnyaltuk a képet, és azt gondolom, hogy a, az egészséges és boldog életnek egy nagyon fontos eleme a rugalmasság, aminek meg nagyon fontos része az, hogy több nézőpontból is megvizsgáljunk kérdéseket. Az, hogy ezeket itt kimondhatjuk és beszélhetünk róla, szerintem az egyik legfontosabb érték. Én azért is örültem a meghívásodnak, mert. Én szerintem nagyon fontos, hogy ezekről a témákról lehessen beszélni, illetve hogy nem az a cél, hogy eldöntsük, hogy valami jó, vagy valami rossz, hanem hogy több szempontból megvizsgáljuk, és, és lehessen róla tovább gondolkodni, hogy akik hallgatnak és néznek minket, ilyen gondolatébresztőket is tudjunk adni, amik mentén aztán esetleg könnyebben eligazodnak a világban, vagy a saját gondolataikban. Vagy hogy egyre nagyobb lesz annak a tolerálásának a képessége, hogy ellentmondásos dolgok bizony-bizony megférnek egymás mellett, és uh, nem fogunk tudni igazságot tenni, hogy egy kapcsolati vitában kinek van igaza, és ki a hibás, mert hogy mondjuk a saját szemszögéből mindenkinek lehet igaza, vagy valamennyi valóság tartalma mindennek van, amit gondolunk uh, egymásról és magunkról. Mondok egy példát, én nagyon szeretem azt a gyakorlatot, ami Kéti Byron nevéhez fűződik, és uh, az a neve, hogy a munka, úgyhogy aki ezt most hallja, és szeretne sokat fejlődni, szerintem járjon utána, mert érdemes vele foglalkozni, és abban van egy olyan rész, hogy bármi, amit gondolsz egy másik emberről, azt fordítsd meg, ahányféleképpen csak meg tudod fordítani. Például én azt gondolom, hogy uh, Juli nem figyel rám eléggé. És akkor hányféleképpen lehet ezt uh, megfordítani? Még kisztetem belőle a tagadószót. Juli eléggé figyel rám, vagy én nem figyelek Julira eléggé. Vagy én nem figyelek magamra eléggé. Vagy én eléggé figyelek Julira. Az összes mondatban valamennyi valóságot lehet, hogy fogunk találni, és ennek az ízlegetése egyre-egyre kitolja annak az ingerküszöbét, hogy mennyire sokféle ellentmondást el tudunk tűrni, és tudunk vele bánni, ami szerintem az érettségnek egy nagyon fontos fokmérője, hogy úgy mondjam. És ez nem csak az én véleményem, ezt a pszichológusok úgy általában gondolják, hogy az ellentmondásoknak a tűrése az jó mutatója annak, hogy érettek vagyunk. Nekem nagyon tetszett a motivációs búsitekkel kapcsolatos beszélgetésben az az üzenet, hogy igen, vannak külső tényezők, amik korlátozhatnak minket, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetünk sikeres tanulók, nem lehet egy sikeres párkapcsolatunk, és szerintem ezek olyan üzenetek, amiket fontos mindenkinek hallania. Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, és szeretnétek meghallgatni ezeket a beszélgetéseket, akkor kövessetek minket a Youtube-on, az Apple Podcast-en és a Spotify-on is. Várunk titeket szeretettel!